Legalább 3 órát várakoztak azok, akik a királyhalmi határátkelőn akartak átmenni vasárnap délelőtt Magyarországra. A végeláthatatlan sorban legtöbb volt a szerb rendszámú autó, sokan figyelmen kívül hagyva, hogy most van az idegenforgalmi csúcsidény, és rengeteg a vendégmunkás a határon, kisgyerekekkel, családostól keltek útra, a Mórahalmi vásárba vagy a fürdőbe. A palicsi Baka Ferenc is fürödni indult el családjával. Mórahalomra, hát egy fél órája. Körülbelül. Mire számítottok, hogy mikor érhettek majd át? Hát remélem, hogy még egy óra, másfél. Azt hallottátok, hogy hétfőtől hosszabbított nyitvatartás szerint dolgozik ez a határátkelőhely? Igen, hallottuk. És mit szóltok hozzá? Hát örülünk. Gyakran hosszú ideig meg sem mozdult a sor, miközben Magyarország felől folyamatosan jöttek át a járművek. A várakozó utasok közben napoztak, cseverésztek, friss homoki gyümölcsöt vásároltak, vagy éppen társas játékoztak. Az újvidéki Leposava Pavlovics babájával, kisgyerekekkel és várandós barátnőjével a hűvösben húzta meg magát. Imamo malo bebo, 6 meseci. Dvoje dece od 4 godine čekamo već preko sat vremena i čekat ćemo sigurno još sat vremena. Ovo je katastrofa. Stojimo ovdje u hladovini, ali nas tamo čeka sunce i ne znamo kako ćemo izdržati. A Magyarországra belépő oldalon csak egy kapu dolgozott, ezért haladt lassan a sor. Zökkenőmentesebb volt viszont az átkelés Ásotthalom felől Királyhalom irányába. Jónás Attila Budapestről indult el családjával nyaralni. Montenegróba és Szerbiába is. Tehát nyaralni mennek. Mióta várnak itt a kilépésre? 35-kor kezdtük, tehát durván 40 perce. A türelmetlenebbek gyalog vágtak neki a határnak. Sokan várakoztak Ásotthalomnál is a Szerbiába való belépésre, viszont 2 forgalmi sávban engedték az autósokat, így viszonylag gyorsan haladt a sor. Hétfőtől július 22-től egy hetes időtartammal a Királyhalom Ásotthalom határátkelőhely kísérleti jelleggel 7-től 22 óráig tart majd nyitva, akárcsak a Horgos 2, Röszke 2 határátkelőhely. Az illetékesek azt tanácsolják, hogy minél többen éljenek a hosszabbított nyitvatartás lehetőségével, használják ezt ki, mert minél többen használják majd a határátkelőt, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a hosszabbított nyitvatartása későbbiekben is megmarad, vagy akár 0-tól 24 órás nyitvatartásra is lehetőség lesz idővel. Stábunk a Horgos-Röszke autópálya határátkelőt is megcélozta, ám 1 kilométerrel a határsorompók előtt dugóba ragadtunk. Buszok, kamionok, türelmetlen autósok tolongtak. A sorokban várakozók a tűzcsapoknál hűtötték magukat. A ki- és a belépő forgalom is jelentősen megnőtt ezen a hétvégén. Vigan Szaliu az észak-macedóniai Tetovóba tart haza busszal. Koliko ima autobusa na mađarskoj strani, koliko se čeka sada? Pa 20 ima neki. I se čeka pola sat za svaki jedni autobus. Onda koliko ste vi čekali, znači da biste prešli u Srbiju? 4 sata u mađarskoj granica i tu će sigurno čekati 3-4 sata. A magyar oldalon 9 kilépőkapu dolgozott, így a 1,5 kilométeres kocsisor viszonylag gyorsan haladt. A szerencsésebbek akár 1 óra alatt átérhettek a szerb oldalra, de volt, aki 3-4 órát is vesztegelt. A Verbászi Jovica Popovic Dortmundból utazott. Rád, ja myslím, sve kapije su funkcije, a čekali smo, nismo više od 45 minuta. Znači imali ste sreće onda sad? Jeste, lepo smo prošli, da. Ali gužve? Pa jeste, poprilično, da. Borkosz Páricsa, a horgosi határrendőrség segédparancsnoka elmondta, most már mindkét irányban torlódás van. Trenutno stanje saobraćaja na graničnom prelazu Horgošu je tako da se radi 6 saobraćajnih traka na ulazu u zemlju putnički saobraćaj. Minimum granične kontrole je u toku da bi se oslobodili ovih gužvi koje su trenutno u toku. Autobuski saobraćaj takođe je u čekanju 60 minuta, takođe isto minimum granične kontrole. Teretni saobraćaj nema dužih zadržavanja na ulazu kao ni na izlazu, dok na izlazu putnički saobraćaj se radi u 3 trake i autobuski u jednoj traci bez dužih zadržavanja trenutno. A torlódás a következő hétvégén tetőzhet mindkét irányban, tette hozzá az illetékes.